A közelgő advent jegyében adott akusztikus koncertet a hajdunánási református templomban Berecki Zoltán, akit jól ismerhet a közönség nem csak a könnyűzenei világból, de a színházi és televíziós munkáinak köszönhetően is. A sokoldalú művész ezúttal líraibb hangvételű dalokkal és a jól ismert slágereinek akusztikusabb hangszerelésű változataival örvendeztette meg a közönséget a különleges helyszínen adott koncertjén. Mind az ember lelke, mind pedig az akusztika azt kívánja, hogy egy picit nyugodtabb hangulatú vagy lassabb hangvételű dalok hangozzanak el ma este. Úgyhogy így válogattam én is. Az én lelkületem egy picit gyorsabb, úgyhogy azért beválogattam egy-két olyan dalt is, ami azt remélem, hogy nem csak a lelked, de legalább a lábfejeket egy picit átmelegíti, hogyha elkezdene fázni a közönség. De alapvetően azt gondolom, hogy ez az időszak már az ünnepre való készülődés. Úgyhogy mindenféle olyan dal, aminek a szövege, a hangulata a felé visz, hogy ebbe az irányba terelje a fejünket és a lelkünket, az ma el fog hangzani. Az énekes számára is kivételes élmény volt a templom falai közt énekelni, és szemmel láthatóan a teltházas nézőközönség is élvezte a nem mindennapi élményt, hiszen a lélekemelő dalok talán még jobban hatottak a különleges koncerthelyszínen. Berecki Zoltán számára az advent és az ünnepi időszak leginkább munkával telik, hiszen számtalan koncertfelkérésnek tesz ilyenkor eleget. Nekem a december meg a november közepe az már nagyon-nagyon munkás. Tehát ugye mi művészek akkor dolgozunk, amikor más pihen. Úgyhogy azzal az időszakkal, amikor az emberek elkezdenek az ünnepi hangulatra készülni, akkor mi nagyon-nagyon elkezdünk dolgozni, mert mi azt választottuk hivatásunknak erre az életre, hogy megkönnyítsük ezt az időszakot is, akár vagy bármilyen olyan időszakot, ami az úgynevezett civil embereknek egy kicsit fárasztóbb. Úgyhogy az a mi dolgunk itt és most, hogy hangulatában egy picit az adventre melegítsünk. Az éneklés mellett a színház is fontos szerepet játszik a művész életében. A színház is ilyenkor nagyon dolgozik. Nyilván az emberek ünnep előtt szeretnek egy picit ellazulni bizonyos pillanatokban, de a legnagyobb számban a koncertjeim növekszenek ilyenkor. A tehetséges művészt hamarosan egy újabb oldaláról is megismerheti a közönség, hiszen a közeljövőben kerül bemutatásra az Egy szerelem gasztronómiája című film is, melyben főszereplőként láthatjuk. Ez egy picit visszatekintés az előző 18 évemre, amit a zenés színházban töltöttem, és egy picit előretekintés reményeim szerint abba a világba, ahova érkezni szeretnék. Egy prózai igényű, romantikus zenés film lesz, aminek én játszom a főszerepét, és ez egy nagyon izgalmas feladat volt, még soha nem csináltam ilyet. Kisebb film szerepeim már voltak, de ilyen nagy súlyt még soha nem raktak a vállamra, illetve nem kaphattam meg ezt a lehetőséget, bár nagyon-nagyon szeretnék a jövőben is akár filmekben játszani. Szóval ez egy nagyon szép és nagyon kedves
történet, ahol egy hát egy ilyen kemény lelkű, csak a munkájának élő valakiből egyszer csak kijön az a finomabb lélek, ami egy párkapcsolat elindításához kell, és ezt egy másik szintén, hát a számok tengerében élő hölgy váltja ki belőle, úgyhogy egy ilyen összecsiszolódásnak a történetét láthatjuk majd. Erre pedig a rajongóknak nem is kell már sokáig várniuk. Egészen pontosan december 14-én este, azt hiszem, hogy 10 órakor, ha jól emlékszem, de hogy a Duna TV-n ez egészen biztos. A vasárnap esti koncerten mindenki megtalálhatta a számára leginkább szívhez szóló és lélekmelengető dal, amelynek és a különleges helyszínnek köszönhetően talán kicsit ráhangolódhatott az ünnepvárás időszakára is. Én nem szeretem megmondani azt, hogy milyen következtetést kell levonni sem egy előadásból, sem a dalcsokrokból. Én azt szeretném, hogyha mindenki a maga történetét élné meg ezzel a dologgal. Nyilván megvan az én saját történetem is minden dal mögött. Nem szeretnék konkrét dolgot üzenni, azt hiszem, hogy egy hangulatot kell, hogy átadjak, egy pici megnyugvást, egy pici feltöltődést, és a zene szárnyán valami kis plusz energiát erre az őrületre, ami mindannyiunkra vár. Büszke vagy rám.